amikor azt mondta, hogy tényleg apa, megvan ez a rekord, amit annyira akarta, és annyira büszke vagyok rád. Tényleg az ember azt tud mondani, hogy megérte ezt a sok szenvedést, ezt a sok dolgot, amit félre kellett rakni, és csak focival koncentrálni. Fehérvár meg Zsinórban hetedszer kap ki. Sorozatban szenvedi el ugye a vereségeit, ez volt a hetedik. Negatív klubrekordot döntött a Fehérvár, amely sorozatban hetedik bajnoki vereségét az FTC-től szenvedte el. Zsinórban hetedik bajnokián kapott ki a MOL Fehérvár a labdarúgó OTP Bank ligában. A negatív klubrekordot döntő hazaiak a listavezető Ferencváros ellen szenvedtek 2-0-ás vereséget. Tovább folytatódott a MOL Fehérváros sorozata a labdarúgó OTP Bank ligában. A székesfehérváriak hazai pályán kaptak ki 2-0-ra a címvédő Ferencvárostól, így már a negatív klubrekordot jelentő hetedik bajnoki mérkőzésüket veszítették el egymás után. Tovább folytatódott a MOL Fehérvár mélyrepülése a labdarúgó OTP Bank ligában. A székesfehérváriak hazai pályán kaptak ki 2-0-ra a címvédő Ferencvárostól, így már a negatív klubrekordot jelentő hetedik bajnoki mérkőzésüket veszítették el egymás után. Hazai oldalon pedig nagy volt a feszültség a játékosok és a drukkerek között, hiszen a Fehérvár Zsinórban hetedik bajnokián szenvedett vereséget, ami negatív rekord a klub több mint 80 éves történetében. Tehát, ha meg azt nézzük, hogy itt most egy most már történelmi hosszúságú vereségsorozat, akkor nem tudom. De az, hogy ez azzal volt hat vereség, meg még a kupa kiesés, meg még ez is, így már azért sok. Nem így számítottam, az biztos. Köszönöm.